Sziasztok, nyilasok! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taron. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik már láttátok az előző videóimat. Hogy néztétek, lájkoltátok különösképpen, ha feliratkoztatok, nagyon hálás vagyok érte. Annak pedig még jobban örülök, hogy újra itt vagy. Ha pedig új vagy, akkor üdvözöllek, örülök, hogy megtaláltál. És remélem, hogy ez a kirakás mindannyiótoknak a segítségére lesz. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy áprilisban milyen energiákat várhatsz a pénz és a karrier területén. Mint mindig, ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik jelentősek a számodra, és engedd el a többit. De vágjunk is bele, először is a rózsakártyáját nézzük meg, ahol neked az nagyszülők, nagymama jött ki. Emlékezz arra, hogy honnan jöttél, emlékezz a gyökereidre, perspektíva, és igazán bíz a szövésben, bíz a dolgokban. Tehát itt ez igazán nagyon kapcsolódik néhányatoknak a nagymamátokhoz, az nagymamán, ahhoz az ághoz, ahonnan a nagymamád jön. Lehet, hogy van valamilyen örökség ebben az időszakban, ami fontos. Lehet, hogy néhányatok valamilyen családi vállalkozásban van, ami már sokkal régóta működik, több generáción át, ami valamilyen módon kötődik a gyökereidhez. Tehát itt van valamilyen több generáción át nem ismétlődő, hanem több generáción át létrejövő vagyon például, vagy valamilyen vállalkozás, ami lehet, hogy ebben az időszakban nagyon fontos szerepet tölt be az életedbe, de bízz abban is, hogy igazán bármit el tudsz érni, de nézzük meg, hogy miről szól a taró a kirakásod középpontjában. A végítélet van, a végítélet, ami igazán arról szól, egyrészt, hogy az igazi elhivatottságodat követed, tehát lehet, hogy van valami új dolog az életedben, ami kötődik ahhoz, amiért eljöttél ide a földre. Ez a kártya természetesen jelentheti azt is, hogy van valami hívás, amit kapsz, lehet, hogy van valamilyen döntés az életedbe, különösképpen, ha jogi ügyben, peres ügyben van részed, akkor ebben az ügyben valamilyen döntés születik, és ez a döntés az a te javadra van. Ez lehet akár valamilyen örökség is, és megkapod ebben a procedúrában azt, amit érdemelsz. Ez nagyon karmikus kártya. Ez a kártya természetesen jelentheti azt is, hogy ne próbáld magadat, vagy a körülötted lévőket keményen megítélni. Lehet, hogy valamilyen értékelésen, önértékelésen mész át, vagy pedig a munkahelyeden értékelnek, mert lehet, hogy van valami pozíció a számodra. De nézzük meg, hogy mik a körüllévő lapok. Az első lapunk az a kelyhek lovagja. Kelyhek lovagja, amilyen valamilyen ajánlatot hoz magával. Ez általában egy állásajánlat a szakmai, a pénzügyi karriert vonatkozásában. Ez lehet akár valamilyen karriert, valamilyen kreatív területen, vagy pedig diplomácia területén dolgozóknak, vagy pedig valamilyen segítő területen. Néhányatoknál lehet, hogy az álmotokkal kapcsolatos, mert ez a lovag nagyon álmodozó is, tehát lehet, hogy nagyon régóta álmodozol arról, hogy az igazi elhivatottságodat kövesd. Aztán a kardok ásza jelzi itt egy új fejezetet, ami eljött az életedbe. Ez egy, lehet egy új állás, egy új projekt. Ez a győzelemnek a kártyája. Lehet akár egy szerződés, vagy valamilyen jogi dokumentum, de akár a megvilágosodást és az igazságot is jelentheti. Tehát néhányatoknál lehet, hogy valamilyen igazság kiderül, vagy igazán rájössz arra, hogy mi is az, amit szeretnél, mi az igazi álmod, az elhivatottságod. Aztán a botok 3-as pedig arról szól, hogy van valami terv, amit megszőttél, és igazán ebből láthatod azt, hogy ez a terv működni fog. Mert ez az elsődleges sikereknek a kártyája, tehát itt lehet, hogy például állásra próbálsz jelentkezni, és visszahívnak, lehet, hogy a saját üzletedet irányítod, és az látod, hogy sikeres lesz, de akár ez lehet egy projekt, egy új állás, amit elkezdtél,
és látod azt, hogy igenis sikeres leszel ebben a pozícióban. Néhány esetben jelentheti azt is, hogy nemzetközi szintre próbálsz emelni egy üzletet. Lehet akár ez egy tengeren túli utazásnak is a jelképe, de akár jelentheti azt is, hogy ez egy nagyon kalandos időszak a számodra. Aztán a halál kártyája jelzi azt, hogy van valamilyen nagy-nagy változás az életedbe. Tehát ez egy nagy transformáció, átalakulásnak a kártyája, amikor igazán az egyik fejezet az életedbe lezárul, és egy új kezdődik el. Nagyon fontos ennél a kártyánál, hogy ez a folyamatot, amin átmész, ne próbálj ellene harcolni, hanem igenis fogadd el a változást, és ne szomorkodj a múltbeli dolgokon. Ez a kártya igazán mindig jelzi azt, hogy valami új kezdődik, és valami véget ért, és azt a véget nagyon fontos, hogy elenged. De nagyon érdekes, hogy a végítélet pedig a feltámadást hozza magával. Mert hogyha nem tudom, mennyire ismered a kártyákat, az eredeti kártyán az emberek a sírból feltámadnak. Tehát itt igazán jelentheti azt is, hogy ez a halál újraszületésnek a folyamata, tehát lehet, hogy néhányan egy olyan folyamaton mentetek át, ami valami véget ért, valami igazán úgy érzed, hogy mintha valami meghalt volna benned, de valami úgy kezdődik. És mint egy főnix a hamuból újraéledsz. Tehát itt ebben a két kártyában nagyon benne van ez az energia, hogy valami véget ért, és végre újra születsz ebben a folyamatban. De nézzük a következő lapot. A következő lapunk az a kardok 10-es. A kardok 10-es, ami ugyancsak azt jelzi, hogy valami véget ért, valami meghalt, és ez egy fájdalmas véget jelent. Tehát munkaterületén mindenképpen jelentheti egy állás végét, egy üzlet végét, és ez egy fájdalmas vég. Tehát amikor hátba szúrnak, amikor kegyetlenek, úgymond az emberek. De ez egy áldás is, mert ez a kártya jelzi azt, hogy ez a sötétség, amiben úgymond benne vagy, ez nem tart sokáig, a nap hamarosan ki fog sütni. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Az a mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül, remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat. És természetesen mindig szívesen olvasom a kommentben azt, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a valósággal a te életedben. Tehát itt a következő kártyánk a jövőre vonatkozólag az érmék apródja. Az érmék apródja az a valamilyen hírt hoz magával, valamilyen pénzügyi hírt, lehet valamilyen kisebb pénzügyi pénz, amit kapsz. Általában ez egy pozitív pénzügyi hírt jelent, tehát lehet itt egy állásajánlat, lehet valamilyen jogi ügyben egy ajánlat, tehát ha valamilyen örökésödési csatározásban van részed, akkor lehet, hogy itt valamit felajánlanak neked ezzel az érmék apródja energiával. De nézzük meg, hogy mi a következő lapunk. A következő lapunk a nap, ami a legpozitívabb kártya a 78 lap közül. Nagyon érdekes, mielőtt belemegyünk a napba, az, hogy alapjával jöve a halál kártyán is megjelenik a nap a háttérbe, hogy valami új kezdődik. Ezen a lapon is a háttérben megjelenik a nap, és neked itt a jövőben látszik az, hogy a nap kisüt. Tehát itt az a kártya, ez a pozitivitásról, a szerencséről, a jó dolgokról szól, a prosperitásról, amikor minden jól alakul az életedben. Tehát itt van valamilyen nagy-nagy változás, nagy-nagy átalakulás, amin te átmész, de alapvetően ez nagyon pozitívan fog neked végződni.
lehet, hogy egy nagyon jó lehetőséget kapsz, lehet, hogy a jogi procedúrában te vagy az, aki győztesen fogsz kikerülni, mert azért itt van a kardok ászával a győzelem energiája. Tehát alapvetően én azt látom, hogy itt természetesen nem egy egyszerű folyamat ez a változás, különösen ha a kardok tízes van itt, de én igazán azt tudnám tanácsolni, hogy nincs aggodalomra okod, mert a nap valamilyen nagyon pozitív dolgot fog elhozni az életedbe. Aztán a következő lapunk pedig a botok ötös. A botok ötös az egyrészt a konfliktus, a versengés, valamint a tréningnek a kártyája. Tehát néhányatoknál, hogyha valamilyen új lehetőség, új állás jött be az életedbe, akkor lehet, hogy itt egy tréning időszak jön, ahol meg kell ismerkedned a céggel, meg kell ismerkedned a folyamatokkal, az emberekkel, a piaccal, de lehet, hogy tanulsz valami olyat, tehát lehet, hogy néhányatok iskolában van. Ez lehet konfliktus is természetesen, amikor próbálják az emberek, próbálgatják a szárnyaikat, hogy meddig mehetnek el. Ez nem egy komoly konfliktus energiája. Lehet olyan konfliktus is, amikor az emberek különböző háttérből jönnek, és az okozza a konfliktust. De én mondtam, természetesen lehet a verseny is, tehát lehet egy olyan iparág, ahol nagy a versengés, lehet a cégen belül nagy a versengés, vagy ezért a pozícióért, lehetőségért, vagy akár örökségért nagyon nagy versengés folyik. Aztán a pakli alján a botok lovagja van. A botok lovagja, ami igazán arról szól, hogy ez egy nagyon energetikus lap. Ez egy nagyon szereti az újdonságot, a kalandokat, ez szereti a dolgokat minél hamarabb végrehajtani. Tehát nagyon produktív szemét hoz magával. Általában, ha munkát keresel, vagy ha a saját üzletedet szeretnéd vinni, akkor jelzi azt, hogy sokkal sikeresebb leszel, mint azt te gondolnád. Tehát igazán ennyi van számotokra, alapvetően itt valamilyen nagy-nagy pozitív változásról van szó nehézségek után, és remélem, hogy kérni fogod ezt a pozitív energiáját a napnak, hogy bejön az életedbe, és remélem azt is, hogy újra foglak üdvözölni.